Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, elérkezett Gyöngyös Ma című műsorunk este 6 órakor, és egy igazán fontos témával kezdünk. Szombaton rendezik meg a Heves megyei labdarúgó bajnokság utolsó fordulóját, ahol a Gyöngyösi Atlétikai Klub csapata fogadja a mindössze egy ponttal mögött álló Füzesabony SC csapatát. Aki győzelemmel hagyja el a pályát, az a 2022-23-as kiírás bajnokának tekintheti magát, és készülhet az osztályozóra, ahol már az MB3-ba való jutását ért, sőt a hétvégén dőlhet el a gólkirályi cím is. Kozma Zsolt a vendégem, a Gyöngyösi Atlétikai Klub elnöke. Szia, jó estét kívánok! Már csak alig pár nap van hátra, hogy vagytok? Hát mi ilyen lázba vagyunk már, azért ez a hét erről szólt, az edzések. Nyilván múlt hétvégén eldőlt az, hogy ez a hétvége sorsdöntő lesz. Mondhatnám azt, hogy erre várunk egy éve, de ez nem igaz, alapvetően mindig hétről hétre készültünk. Most értünk ide, most kell átlépni ezt a kaput, ami most jön. Egy nagyon szép eredmény már így is. Várakozásokon felüli egyébként az elmúlt fordulóknak az eredménye, hogy látod? Egyértelműen az, hiszen tavasszal azon minden mérkőzést maga biztosan abszolvált a csapat. Még télen is arról beszéltünk, hogy hát ha egy-két vereség beszalad, akkor talán a dobogó meg lesz. Hát nem szalad be vereség, úgyhogy nem a dobogó megvan, hanem megvan akár az aranyérem is. Beszéljünk az ellenféről, a Füzesabony SC-ről. Mit láttok rajtuk? Vannak-e már taktikák, hogy hogyan készültök velük szemben? Azt gondolom, mind a két csapat nagyon masszívan állt föl a tavasszal. Tudjuk azt, hogy ők még télen is erősítettek, mi télen már nem erősítettünk, azzal a kerettel vágtunk neki a tavasznak, amivel az őszt is elkezdtük. Ők egyértelműen kimondták, hogy MB3, ha így, ha úgy, ha amúgy. Nálunk ez nem volt kimondva, hiszen ez teher lett volna mindenkin. Én azt gondolom, hogy a csapat nagyon fiatal, ha valaki megnézi, 21 év az átlag életkor, tehát 19 és 23 között van nagyja a csapatnak, egy-két rutinosabb játékossal megtüzdelve. Ilyen teret nem tettünk rájuk, az ellenfél pedig nyilván az NB3-ban játszó játékosok is vannak náluk, vagy megjárt az NB3-at, megjárt játékosok is vannak ott. A rutin azt gondolom mellettük szól, mellettünk meg a lelkesedés, a fiatalság, fiatal lendület szól, és a becsvágy arra, hogy bizonyítsunk. Ugye a legtöbb játékos saját tanítvány, ez előny. Előny nektek, előnyt lehet? Én azt gondolom, hogy a klub filozófiánk az ez. Kb. 3 éve erre váltottunk, hogy a saját nevelés, hiszen kell egy út a még fiatalabbak felé és a 15-16 évesek felé, hogy Gyöngyösön van jövő, és itt képzeljék el a labdarúgást. Előtte ez nem így volt a klubnál, azért voltak erős kihívások, amikor nem nagyon volt a gyöngyösi csapatban gyöngyösi játékos. Az utánpótlás erejét mutatja, hogy a saját nevelési srácokkal is lehet eredményt elérni, tehát én azt gondolom, jó úton haladunk. Amikor elindult a bajnokság, akkor igazából már számítottál erre az eredményre? Hogyan álltatok neki? Igen, tavaly 7. helyen végeztünk. Azt gondoltuk, hogy fiatal, csikó csapat, kell egy kis rutina a felnőttek között, ez fizikai, nyilván fizikailag is, hogy lehetnek meg kell érni erre. Azt mondtuk, hogy a 3. hely, a 7. helyről előre kell lépni, 3.-4. hely, és azt gondolom, hogy erőn felül vagyunk most. És hogyha jól tudom, akkor a gólkirályi cím sem áll olyan messze tőletek, hiszen a csapatkapitány már nagyon jól áll. Hát igen, Marci az 12 éves korra volt, a 10-es korra volt, hogy bontogatja a szárnyait. Alapvetően tavaly is a gólkirályi címé volt harcba, de mindig hangsúlyozza, hogy neki nem ez a fő cél, a csapatnak az érdeke az első, de nyilván azon a poszton játszik, ahol az ő tudása tudja kamatoztatni. Én azt gondolom, hogy meg lehet a bajnoki cím, neki nem hiszem, hogy az ellenfél, aki szintén az ellenfélnél van egy gólkirály jelölt, itt nálunk olyan sokat fog rúgni, hogy Marci beérje vagy lehagyja. Bízunk benne, hogy így lesz. Most még a következő két nap az hogy fog kinézni nálatok? A két nap úgy néz ki, hogy lesz edzés, ma is van edzés, nyilván felkészülésre telik. Pénteken azt gondoltuk, hogy egy ilyen csapatépítő jelleggel egy közös programot szerveztünk, az utánpótlás 14-től felnőtt csapatig lesz egy közös programunk, ez még nem tudom, hogy lehet erről beszélni, egy közös mozi filmnézés lesz, elmegyünk a gyöngyösi moziba, és megnézzük a legújabb sportról szóló magyar filmet, a Nemzet Aranyai című filmet, az egy lelki lökést fog szerintem még ehhez adni, hogy mindenki érezze, hogy a sport miről szól, nem csak az egymás legyőzéséről, hanem a csapategységről, és ez fontos dolog, hogy akkor lehet sikert elérni, ha nem csak a játékosok egyénileg, hanem csapatban is együtt tudnak dolgozni, ez a film azt gondolom erről szól. Ugye a Kömlei Károly sporttelepen lesztek, mennyi szurkolóra számítotok? Hát én azt gondolom, hogy azért adunk neki most hangot, meg azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel kommunikáltuk ezt. Én azt gondolom, azért rekordszámú néző lesz. A rekordszámú azt jelenti, hogy itt a megyében azért az 50 és a 150 néző között szoktak lenni a nézők. Én azt gondolom, ennek most a többszöröse, tehát én azt mondom, hogy a 300-400 nézőre azért számítunk.
Bízunk benne, hogy minél többen ott lesznek, és bízunk benne, hogy eléritek a célotokat. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon drukkolunk nektek. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Adásunkat ifjúsági programokkal folytatjuk.